fontos, nagy kiadási tétel. Az egyik Ukrajna, adjunk még több pénzt Ukrajnának, és hosszú évekre előre kötelezzük el magunkat, és adjunk pénzt a migráció kezelésére, aminek egy része a külső határvédelmére menne, amiről még lehetne is beszélni, a másik fele meg arra, hogy a bejutott migránsokat hogyan osztjuk szét egymás között, hogyan hozunk létre migránstáborokat egyáltalán, hogyan folytatjuk új, friss pénzzel azt az elhibázott politikát, aminek a következményeit itt Brüsszelben és más európai nagyvárosokban hétről hétre lehet látni, hogy a migránsokkal együtt behoztuk a terrort, behoztuk a bűnözést, és behoztuk azokat a konfliktusokat, amik egyébként Európán kívül innen több ezer kilométerre vannak jelen, mint legutóbb az izraeli uh, terrormerélet esetében. Ezek a konfliktusok, nem sok ezer kilométerre születtek, azok ma itt vannak az európai nagyvárosok utcáin. Két napos uniós csúcsot tartottak, többek között a napi rendi pontokról beszélt Orbán Viktor miniszterelnök, vendégem Halkó Petra, a 21. század intézetvezető elemzője. Jó estét kívánok! Üdvözlöm. Jó estét kívánok! Ugye... Ha le lehetne fordítani, hogy mi is történt a mostani tanácskozáson, ugye egy félidős költségvetési módosítást terveztek, még több pénzt kértek a tagállamoktól, volt két terület, az egyik leginkább az Ukrajnának szánt támogatás és az ehhez szükséges források biztosítása. Miért van az, hogy még mindig Ukrajna támogatása, anyagi támogatása ilyen hangsúlyos, noha másfél éve? zajlik ez az ukrán háború, és amikor már minden tagállam arról beszél, hogy nincsen pénzük, nekik is szükségük lenne uniós forrásokra, támogatásokra, még mindig ez a sarkalatos pont a tagállami megegyezésen. Valóban egy nagyon problémás helyzetről árulkodik mindez. Azt mutatja meg ez az egész helyzetkép, hogy az Európai Uniós vezetők nincsenek a helyzet magaslatán, és a homokba dugják a fejüket akkor, amikor a problémákról beszélünk. Ugyanis másfél éve, több mint másfél éve robbant ki az orosz-ukrán konfliktus háború, amelybe elképesztő összegeket öntött már, már jelen pillanatig is az Európai Unió, és most még több pénzt szeretnének Ukrajna támogatására fordítani. Ráadásul itt nem nem csak kizárólag és nem elsősorban humanitárius segítségnyújtásról lenne szó, hanem olyan jellegű finanszírozásról, pénzügyi támogatásról, amely Ukrajnának az alapvető állami működését, gazdasági működését tenné lehetővé. Ilyen értelemben egyfajta nélegeztető gépként működne az Európai Unió Ukrajna ö, szempontjából, csak hogy hozzátartozik az összképhez az is, hogy az Európai Unió önmaga is nagyon komoly krízisekkel, válságokkal, kihívásokkal néz. Hát ugye hitelt is vennének föl, és ebből is Ukrajnának adnának. Pontosan, tehát önmagában egy nagyon súlyos pénzügyi, gazdasági válságban van az Európai Unió, ugyanis azokat a forrásokat, amelyeket Ukrajna számára biztosítottak, az Európai Uniós polgárok zsebéből vették el, hogy így fogalmazzuk meg a, a, a jelenlegi állást. Tehát az Európai Uniós adófizetők pénzét, az Európai Uniós polgároknak az érdekét háttérbe helyezve támogattak egy olyan államot, amely egyébként a közösségen kívül helyezkedik el, ráadásul egy olyan konfliktusban, amely megmutatta, hogy nem tud ö, ilyen módon ö, lezárulni, tehát az Európai Unió hiába nyújtja ezeket a pénzügyi forrásokat, nem tudja a háborút ö, lezárni, olyan egyredménnyel pedig végképp nem, amilyet, ö, előképként, ö, amire előnképpként számítottak. Néhány Interjú idézet következik, az észt miniszterelnök arról beszélt, hogy nagyon szeretné, hogyha Magyarország és Szlovákia jóvá hagyná a tervezett 50 milliárd eurós ukrajnai segédcsomagot. Aztán a luxemburgi kormányfő a nyilatkozatában úgy fogalmazott, hogy Magyarországnak a saját uniós forráshoz való jutása érdekében nem lenne szabad gáncsolni az Ukrajnának nyújtandó új pénzügyi támogatásról szóló döntéshozatalt, és ugye London is úgy fogalmazott, hogy minden feltételt magadnak, és továbbra is támogatják Ukrajnát. Most ez Magyarországra nézve ezek a nyilatkozatok mennyire félők, mennyire kell tartani attól, hogy ezek már olyan elvi nyilatkozatok, amelyek biztosítják, hogy Magyarország nem kapja meg a neki szent vagy neki járó uniós forrásokat. Az Európai Uniós Intézményrendszernek a működése a közelmúltban valóban agályokat ébreszt a, a, mindennapi emberekben, legfőképpen a magyar állampolgárokban, ugyanis olyan eszköztárat épített fel az Európai Unió, Unió, amely a legkevésben sem mondható demokratikusnak, vagy más téren tulajdonképpen rendszeridegenné vált az, hogy a jogi eljárásrendeket az uniós szerződéseknek megfelelően az uniós szerződésekben foglaltakat betartsák, illetve betartatsák. Tehát jogi eszközökhöz nyúlnak olyan értelemben, hogy megkerüljék az Európai Uniós polgárokat, tehát egy úgymond áll jogi eszközt képeznek annak érdekében, hogy nyomást gyakoroljanak az egyes uniós tagállamokra, pénzügyi és zsaroláshoz folyamodnak annak érdekében, hogy szintén elérjék a céljukat, és rávegyék azt, hogy az egyes európai uniós tagállamok a brüsszeli elit elképzelései szerint hozzanak döntéseket. És ilyen értelemben ezek már nem meglepő nyilatkozatok, hiszen az elmúlt évek tapasztalata is arról árulkodtak, hogy az Európai Unió mondhatni könnyedén huny szemet a saját megállapodásai szerződésben foglaltak, kal, foglaltak felett. Szlovákiával mi történt? Ugye ő feltételekhez szabná az ukrajnai támogatást, kezdődik. Eddig, eddig is azt mondtuk, hogy nem egységes az unió, a tagországok nem egységesen gondolkodnak az ukrajnai támogatást, illetően most egyre inkább gondolják meg magukat, hanem is teljes egészében, de részben a tagországok látják, hogy ennek a háborúnak nem lesz mostanában vége, és alapvetően egy ilyen fekete lyukként nyeli el az uniós és tagországi támogatásokat? Hát mindenképpen ébredeznek azok a politikai vezetők, amelyek érzékelik azt, hogy az egyes uniós tagállamoknak a nemzeti állampolgáraik igenis megsínlik azt a helyzetet, amely jelenleg eluralkodik az Európai Uniós szintéren. Mindennapi életükben a saját bőrükön tapasztalják a következményeit az elhibázott brüsszeli politikának, és rá kell ébredniük arra egy, a, valamire politikai vezetőknek, hogy igenis őket azért választották meg, azt a felhatalmazást kapják a választópolgáraik részéről, hogy az ő érdekeiket képviseljék a politikai szintéren. Márpedig most azt mondhatjuk, hogy az Európai Unió nem ez szerint cselekszik. Tehát az Európai Uniós brüsszeli döntéshozatal legfőképpen az intézményeknek a, vezető, intézményeknek a vezetői részéről nincs összhangban az Európai Uniós polgároknak az elvárásaival és igényeivel, ez pedig nagyon komoly konfliktusokat szül, magán a közösségeken belül, mind horizontális értelemben, a tagállamok szintjén, mind pedig vertikális értelemben, olyan értelemben, hogy az európai nős polgárok elszakadnak az intézményrendszertől. Orbán Viktor a találkozón azt mondta, hogy Magyarország várja az ukrán delegációt Budapestre tárgyalni, készek a megállapodásra. Lehet arra számítani, hogy a közeljövőben ez a találkozás megtörténik? lehet számítani arra, hogy, hogy kommunikáció fog folyni annak érdekében, hogy megtalálják a megfelelő megoldásokat arra, hogy ezeket a helyzeteket, kérdéseket, amelyek most az Európai Uniós szintéren is nagyon komolyan húzódnak, azoknak minél, minél hamarabb megoldást találjanak. Mi lehet ez a ez a megállapodás. Tehát nyilván ilyenkor nehéz prognosztizálni, hogy mi lesz majd a kétfél álláspontja, és azt hogyan tudják közelebb hozni, de az, hogy Ukrajna-Magyarország megállapodik, miben kell elsőként megállapodniuk? Hát elsősorban egy kölcsönös tiszteletadás, az nagyon fontos lenne Ukrajna részéről elsősorban, hiszen Magyarország az elmúlt több mint másfél évben kiemelten komoly, elsősorban humanitárius segítséget nyújtott Ukrajna számára. kérdésnél, fogadott be több százezer millió ukrán menekültet és nyújtott segítséget az Ukrajnában tartózkodók számára is. Tehát tulajdonképpen Magyarország történetének a legnagyobb humanitárius segítségnyújtását, akcióját hajtotta végre. Hogyha nézzük a zárónyilatkozatot is, vagy éppen a meghívót, ugye Sár az Európai tanács elnöke a meghívóban részletezte a, a pontokat. Ugye itt biztonságra, migrációs mozgásokra gyakorolt következményekről is beszéltek. És hát az elmúlt időszakban azért jó néhány terrortámadás történt az Európai Unió területén. Ö mennyiben lehet arra számítani, hogy akár a migrációs paktumot ebben a formában elvetik, vagy belátják azt, hogy igenis a terrorizmus és a migráció az kapcsolódik, összekötődik szorosan? Hát jelenleg sajnálatos módon azt látjuk, hogy ha bár észlelik a problémákat az Európai Uniós vezetők, vagy elsősorban a nyugat-európai országok politikai vezetői, nem hajlandóak meghozni azokat a lépéseket, a döntéseket, amelyek a valódi megoldást nyújtanák erre a helyzetre. Ráadásul azt is érdemes hozzátennünk, hogy hogy már valahol az utolsó órában járnak ö, ö, ebben a kérdésben, hiszen a, a, elsősorban Nyugat-Európában, amely országok ö, kifejezetten nyitott kapuk politikáját folytatta a migráció kérdésében, 2015-ös migrációs csúcs ő, ő óta. olyan Ezekben az országokban olyan kritikus szintet ért el a, a bevándorló hátterű személyeknek a, a száma, hogy most már, amikor lett egy úgynevezett ügy is, ami mellett kiálljanak, meg volt a megfelelő mennyiség is, létszám is ezekben az országokban ahhoz, hogy ne csak egy-egy etnikai konfliktus üsse fel a fejét, hanem egyfajta cunamiszerűen sodorja el a, ezeket az országokat, mert igenis, azok a demográfiai tendenciák, amelyek különbségként adódnak az európai ősonos lakosság, illetve a bevándorlók között, azok felülírják azokat az elképzeléseket, amelyet a multikulturális társadalom képe táplálta azokban az országokba. Halkó Petra, köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm szépen.